Meglehetősen régen volt. Egy biztos, hogy az Andissal mentünk ki Erdélybe a Kamondi Zoli filmért csinálni egy verkfilmet, és ott vetődött fel az, hogy ő, mint rendező volt jelen, ha jól emlékszem, én meg, mint operatőr, és akkor ott vetődött fel az, hogy mi lenne, ha ő producer lenne azért is volt, mert nekem volt egy filmtervem, illetve több filmterv is volt, de egy, egy, egész konkrét filmtervem, viszont mondtam neki, hogy figyelj, te jogász vagy, mit tudom én, nekünk ilyen művészféléknek nincs kedvünk foglalkozni ezekkel a papír dolgokkal, ezekkel a pályázatos dival, meg mit tudom én, és tökre ránk férde, tehát Hogyha, hogyha, lenne egy ilyen, ilyen producer, aki helyettünk ezt intézi, illetve hát bizonyos értelemben felhajtja a pénzt, mert hogy akkoriban pont ugye volt egy rés, az állami filmgyártásnak volt egy ilyen nagyobb szünete, vagy legalábbis egy ilyen, hogy is mondjam, egy ilyen köztes állapota, és akkor még úgy tűnt, hogy külső forrásokat is be lehet vonni a filmezésbe, és akkor a én, mint uh, ilyen, mondjuk így, ha művészféle ember, nem nagyon volt kedvem ezekhez a, ezeknek a forrásoknak a felkutatásához és bevonásához. Aztán persze az idő kiderítette, hogy az Magyarországon az esetek nagyon nagy részében nagyon nehéz külső forrás bevonni, illetve hát nekem úgy tűnik, hogy nem is nagyon szokott sikerülni, tehát lényegében a produceri szakma az állami pályázatokból él, de mondjuk nekem ez nem szakterületem, arról nem is beszélve, hogy már körülbelül 20 éve nem is vagyok benne így a szakmában, úgyhogy erről nem tudok hosszabban beszélni, de a lényeg, hogy akkor egy ilyen erdélyi út során találkoztam az Andrussal, és akkor ott vetődött fel ez a gondolat, hogy esetleg csinálhatnánk közösen egy filmet, ami aztán később az infognak az első filmje is lett. Annak idején tulajdonképpen elég üdítő volt az Andrással dolgozni, mert lényegében meg lehetett vele beszélni az embernek a kételjeit, a gondolatait, és akkor egy ilyen közös párbeszéd alakult ki, a mi lenne, ha, ha így lenne, mi lenne, ha úgy lenne, és, és, ez tulajdonképpen egy megtermékenyítő párbeszéd volt mindenképp a filmeket illetően, Úgyhogy ebből a szempontból nagyon jó volt együtt dolgozni vele, de aztán volt ennek azért ár, árnyoldala is, illetve hát nem ennek, hanem, hanem tulajdonképpen volt egy pillanat, amikor, amikor hogy is mondjam, túllépett túlépett egy határt, amit én már nem akartam tolerálni. És ez, ez, a, ez a dolog, ez azóta is tart. Tehát jóban vagyunk meg minden, de én akkor eldöntöttem, hogy nem dolgozunk többet együtt. Az a helyzet, hogy ez ebbe, a, ebbe a, hogy is mondjam, szituációba nagyon gyakran belekerülnek az emberek, mert nem veszik észre, hogy elkezdenek egy hatalmi játszmát játszani. És a rendezőkre is érvényes ez, és minden emberre amúgy, minden emberre érvényes, és ebben a, ebben a, ezen a ponton az András is eltévesztette azt a határt egy egotripbe vagyunk, a hatalmi játszmákat játszunk, és ez, ez, bizony az alkotás szempontjából nem egészséges. Arról nem is beszélve, hogy pont a, egy ilyen középkori szemléletű alkotói attitűd az, amit én inkább a magaménak érzek, ami azt jelenti, hogy a, a, névtelenségbe visszahúzódni. Tehát, hogy nem érdekes, hogy ki csinálta azt az alkotást, nem érdekes, hogy hogy, hogy született. Egyáltalán az a fontos, amit fölmutat. És akkor ebből a szempontból egy kicsit most belemennék így a esztetikai kérdésbe is, de csak egy picit, tehát nem erősen, egy picit, hogy, hogy a, Mai művészet, illetve a, mondjuk így, hogy a film többnyire dráma központú, tehát az azt jelenti, hogy egy megképesített drámát látunk, megképesített színházat, csak a helyszínek azok nem a, a, a színházban vannak, hanem kivisszük őket az utcára, vagy a mit a különböző szobákba, különböző helyszínekre, és akkor ott fölveszük őket. Tehát lényegében megképesített emberi történeteket látunk, de valójában ezek a történetek, alapvetően nagyon primitív és egyszerű sémákra épülnek, ugyanis az emberi fajnak most ez az alapállapota sajnos meglehetősen egyszerű. Tehát bosszú, szerelem, különböző problémák, drámák, gyilkosságok, de, de tulajdonképpen a, a háttérben mindig az egónak valamilyen problémája van, amit nem tud földolgozni, vagy nem akar földolgozni, vagy nem akar vele szembenézni, és ez Attól a fajta esztétikától, amit én úgy magaménak tartok távol áll. Sokkal inkább gondolok, az alkotás, a műalkotások szempontjából egy olyan dologra, mint a, a középkori ikonfestészet. Egy picit próbáltam ezt megidézni a madászabadítóban. Hát nem nagyon csak abban az értelemben, hogy, hogy a, a szereplők is inkább stilizáltak, és ilyen ar arhetípusok, mint mint valódi vagy mondjam emberek. Hát egyfajta stilizáció van, mint ahogy az ikonfestészetben és a perspektíva és egy stilizáció, és itt tovább a nagyságok elhelyezés, hogy, melyik szereplő milyen nagy, meg stb. Ez persze egy az egyben nem lehet filmbe átvinni, de a lényeg, hogy, hogy egy ilyen típusú esztétikában gondolkodtam én. A film az úgy indult, hogy kisfilmnek indult, és a végén relatíve, tehát egy nagy láték filmhez képest relatíve baromi olcsó volt, másrészt meg nagyon keveset kellett hozzátenni az a, a, a Állnak, most nem emlékszem, hogy hogy hívták akkor, mindegy, tehát a, a, a film alapnak, ahhoz, hogy ebből egy nagy játékfilm legyen, és be lehessen mutatni a filmszemlény. Egy biztos, hogy hogy ez egy nem egy dramatikus film, egy példázat, és ugye ebbe a példázatba vannak dolgok, amiket akár direkten is ki kell mondani. Engem az a fajta film, amit így általában filmnek mondanak, az nem nagyon érdekelt, most sem és euh, tulajdonképpen én azt próbáltam ezzel a filmmel, hogy hogyan lehet vajon, egyáltalán át lehet vajon adni egy tapasztalatot, egy spirituális tapasztalatot, át lehet-e adni, illetve el lehet-e indítani valamilyen belső folyamatot az emberekbe. Hát mindenképp ebből a középkori alkotói attitűdből született az Aranymadár, és ott is, lényegében ott is az van, hogy, hogy igazából nincs dráma, tehát nincs dráma, hogy emberek és konfliktusok és akkor egymásnak feszülnek, és nem tudom, tehát ilyen egyáltalán nincsen, egyáltalán nincs benne. Mm ráadásul azt az életformát, vagy azt az életet, azt azt, azt hiszem, hogy elég jól ismerem. Nem azért, mert törtem könyvekbe, olvastam. Tehát a film elején ki is írtam, hogy a különberginek, akit valaha ismertem. Na most nyilván ebben van egy költészet is, de összességében vannak, mondjuk így, hogy vannak olyan tapasztalataim, amik utalnak arra, hogy ez az élet, amit mi születéstől és halálig tartunk, nem feltétlen ennyi hanem van egy sokkal tágabb perspektívája, amiben akár többféle sors is megjelenhet. Tulajdonképpen ez egy emúzió festéses eljárással lett volna megcsinálva az álom jelenet, ami hát lényegében azt jelenti, hogy a kockákat, tehát a felvet nyersanyag negatívját egyesével kellett volna lenagyítani, egy nem fotópapírra, nem egy közönséges papírra, amire az emúziót ráfestjük, úgy hívjuk elő, és utána az vissza kellett volna fényképezni, és úgy lett volna belőle meg az jelenet. Tehát ez egy állati szép projekt volt. Hozzáteszem, hogy ez a technika, ez azért ismert volt, de nem olyan nagyon ismert, tehát fotósok körében ismert volt, én meg alapvetően a fotószakmából jöttem, tehát ismert volt, vannak, akik még a mai napig ezzel a módszerrel alkotnak, de állati szép, mert megjelenik a papírnak a felülete, szabálytalanná válik a, a, képnek a széle, sőt, mi több a dinamikája is, abban az értelemben, hogy, hogy ha különböző vastagságú az emúzió, akkor különböző tónusok jönnek létre, hát fekete-fehérben, különböző mélységek, sötétségek, világosságok. Tehát egyszerűen ezt a dolgot akkoriban nem lehetett utánozni digitális technikával, sőt, mi több, valószínűleg most sem lehet. Mondjuk erre nem csináltam most próbát, de valószínűleg most sem lehet. És akkor arra gondoltunk, hogy ott van az a, nem tudom, tízezer kép, vagy még talán több is, és ha egyszer kijön a film, akkor talán csinálunk egy olyan kiállítást, amiben ezek a képek ott sorba föl vannak rakva a, a film bemutatója mellett. Hát aztán sajnos ebből a dologból nem lett semmi, már az a baj, hogy nem annyira emlékszem, hogy miért nem. Valójában a filmmel sokkal kevésbé lehet megérinteni, ez nem a filmmel, mondjuk így, hogy a műalkotásokat. Tehát az a fajta rilkei esztétika, hogy változtasd meg életed, ez egyszerűen a műalkotás esetében nem tud elég erős lenni. Tehát legfeljebb odáig tudunk eljutni, és hozzá tartozik még ehhez az esztétikához, amit mondani akarok, hogy, hogy a mostani művészetnek a jó része a lényegében terápia. Terápiás művészet, és az emberek örülnek, hogyha felismerik ugyanazt a problémát a filmvásznon, mint amivel ők rendelkeznek. De ahogy mondom, ez egy terápia. A más gondolok erről, ahogy mondtam, valahogy a, a szentségnek, vagy a szakraításnak, vagy a, a, leírhatatlan szépségnek a megjelenítése az, ami engem inkább érdekelne, és nem pedig ezek a görcsök, ezek a feszültségek, ragaszkodások, fájdalmak, agodalmak, amik az életet jellemzik, tehát más, más hová lőnék én ebbe a történetbe, és tehát ebből az is következik, hogy, hogy nem érde, érdekel a, a film. Pont, és azért, mert nem lehet arra hatni, ami vagy nem elég ilyen intenzív a hatás. Legfeljebb odáig tudunk eljutni, hogy valaki elmegy terápiába, legfeljebb, de akkor az már nagyon nagy dolog. Általában annyi történik egy film esetében, hogy megnézzük, beszélgetünk róla, és minden megy ugyanúgy tovább, mint ahogy addig. Tehát nem tölti be azt a funkciót, amit én, én azt gondolnám, hogy hogy a, az én sors feladatom lenne. Magyarul most már nem az.